a Pécs TV hír összefoglalója. A stúdióban Bodor Gergő várja Önöket. Jó estét kívánok! Január 3-a, kedd van. Munkácsi kiállítás nyílt a Pécsi Galériában. Sikeres volt a Pannon Filharmonikusok újévi koncertje, megkezdődött az iskola. Tekintsenek meg egy rövid ízelítőt a tartalomból. A tegnap délutáni megnyitó óta már több százan váltottak jegyet a munkácsi kiállításra. Budapest és Debrecen után most másfél hónapon át a pécsiek is láthatják a művészet történeti ritkaságokat. A Pécsi Galériában 32 munkácsi kép várja a látogatókat. Az új esztendőt muzsikával köszöntötték a Pécsi Nemzeti Színházban tegnap este. A Pannon Filharmonikusok újévi hangversenyét televíziónk élőben közvetítette. Véget ért a téli szünet, előkerültek az iskolatáskák, és a diákok újra birtokukba vették második otthonukat, az oktatási intézményeket. Megkezdődött a tanítás, és ezzel együtt a fél év előtti utolsó hajrá. Hétfő éjfélig már több mint 140-en váltottak jegyet a munkácsi kiállításra. A művészettörténeti szempontból is kuriózumnak számító tárlat Debrecen és Budapest után most Pécsre érkezett. A szakemberek úgy satszolják, hogy munkácsi képei 25-30 ezer látogatót vonzanak majd a Pécsi Galériába. Egy nagy durranással és teljesen új környezettel indította a Pécsi Galéria 2006-os évet. 32 munkácsi kép egy helyen, egy korszerűen felújított kiállítóteremben, önmagában már ez is egyedülállónak számít. Egy különleges kiállítást kaptunk, egy különlegesen átalakított vagy kialakított térben. Én azt gondolom, hogy mindenki számára láthatóvá válik, hogy ez büszkeségünk lehet, ez a dolog. És abban bízunk, ugye, hogy ez egy közösen élvezhessük ezt a kiállítást, és bebizonyítsuk országvilágnak, hogy mi alkalmasok vagyunk ilyen kiállítások fogadására is. A kiállító gyűjtemény nagy része Pák Imre, az Egyesült Államokban élő üzletember tulajdona. Budapest és Debrecen után most másfél hónapon át a pécsiek láthatják a művészettörténeti ritkaságokat. Pák Imre egyébként még nyáron ajánlotta fel, hogy a város rendelkezésére bocsátja a kiállítási anyagot. Ezt mi gratis kaptuk, és köszönhető két dolognak, hogy eljutott a hírünk a világban, és Pák Imre, aki időközben talán barátommá vált, egy augusztus végi ismerkedés után megkérdezte, hogy tudjuk-e, akarjuk-e a Debrecenben lévő munkácsi kiállítást Pécset is bemutatni a városnak, a dél-dunántúli régiónak. Én egyből kaptam az ötleten. Munkácsi már saját korában is népszerűnek számított. Azóta is ő a legismertebb és legnépszerűbb magyar festőművész. A kiállítást eddig több mint 400 ezeren látták már az országban. A siker egyik oka, hogy a kiállított anyag teljesen átfogja Munkácsi egész életművét. Szépek a képei, az embereknek jól esik nézni ezeket a képeket. De nem szabad elfelednünk azt sem, hogy őt ismerik, őt tanították, ő mindig a figyelem középpontjában volt. Persze azért, mert az életműve jelentős, de valamiképpen szimbólumává vált az egész magyar művészetnek és a magyar festészetnek. Ilyen értelemben mondjuk Petőfihez tudnám hasonlítani, vagy a zenében Liszt Ferenchez. Ahhoz, hogy a képeket megfelelő körülmények között lehessen bemutatni a nagyközönségnek, teljesen át kellett alakítani a Pécsi Galériát. A munkák 25 millió forintba kerültek, ezt az összeget a PVV ZRT állta. Gyakorlatilag a boltíves rendszert ki kellett egyenesítenünk, riasztó is a rendszert kellett egy picit átalakítanunk, illetve annak minőségében változást kellett csinálnunk, és gyakorlatilag egy UV-szűrős lámpasort kellett felraknunk, amelyekkel konkrétan a helyi, tehát magára a képeknek a helyi világítását is megoldottuk. Gyors számítások szerint, ha 20 ezeren váltanak jegyet a munkácsi kiállításra, már megtérül a befektetés. Becslések szerint azonban akár több mint 30 ezer látogatója is lehet a tárlatnak, amely február 19-éig várja a látogatókat, azután pedig Kaposvárra utazik tovább. A januári áfa változás miatt módosulnak a termékek és szolgáltatások árai. Ennek következtében a kereskedőknek át kell állítaniuk a pénztárgépeket is. Következő körképünkből kiderül, hogyan zajlik mindez a gyakorlatban. Az árcímkék még a régiek, fizetnünk viszont már kevesebbet kell. Az általános forgalmi adó csökkentése miatt átlagosan 4%-kal maradt több a zsebünkben, ha a legmagasabb áfa osztályba sorolt termékeket vásároljuk.
Az új árak alkalmazása nehéz feladat elé állította még a legnagyobb áruházakat is. A pécsi Tescóban például összesen mintegy 30 ezer fajta terméket árasztak át. A munkával és a pénztárgépek átállításával január első munkanapjának kezdetére végeztek az áruházláncnál, de maradt még feladat. A polcímként található ár még nem minden esetben egyezik meg azzal az árral, amelyet a vásárlónak fizetnie kell a kasszánál. Ez utóbbi természetesen már a csökkentett ár, tehát kellemes a meglepetés. A kisebb boltokban már nehezebben birkóznak meg az áfa csökkentés okozta problémával. A legtöbb helyen nem jelenik meg az árakban a mérséklődés, de a pénztárgépeket még ebben az esetben is át kell állítani. Mint megtudtuk, azokat a kasszákat továbbra is használhatják a kereskedők, amelyek nem jelenítik meg a blokkon az áfa kulcsokat, ám az ezeket kiadó 3-4 évvel ezelőtti gépek csak az átállítás után alkalmazhatóak. Azon pénztárgépeknél, ahol a nyugtán megjelenik az áfa mérték, illetve az áfa kulcs, azoknál nem lehet az átállításig a géppel eleget tenni a nyugtadási kötelezettségnél. Az ő esetükben kézi nyugtával kell bizonylatolni a bevételeket, majd amikor az átállítás megtörténik, azt követően pedig egy összegben a pénztárgépben a bevételeket rögzíteni kell. A kereskedők március 31-éig kaptak haladékot, így a nyugtaírás akár tavaszig is eltarthat. Hogy minden egyes alma után nyugtát adjon, az kevés bolt tulajdonosa teszi meg. Nem csoda tehát, hogy a boltok egy része technikai okok vagy leltár miatt zárva tart. A meteorológusok nap mint nap ijesztgetnek bennünket, hogy újabb hóesés zúdul hazánkra. Az utak egyelőre tiszták, de akár szerdától ismét változhat a helyzet. A síkosság mentesítésért felelős cégek már felkészültek a kihívásokra. Jelenleg a meccseken is csak foltokban látni havat, hiszen a múlt heti adag már elolvadt, no de nem mindig van ez így. Időről időre meglep minket a havazás. Éppen ezért a PVV ZRT és a Baranya megyei közútkezelő KHT már november 15-e óta készültségben vannak, hogyha kell, azonnal beavatkozhassanak. Az interneten folyamatosan figyelik az aktuális légi felvételeket, hogy időben elkezdhessék az utak előkészítését. A kedreggeli felvételeken látszik, hogy Magyarország körül gyakorlatilag mindenhol hófelhők borítják az eget, itthon azonban csak szerdától kell hóesésre számítanunk. Annyira gyorsan változékony, és változik még országszerte is, hogy néha 10-20 kilométerenként megváltoznak az idők, hogy egy nagyobb havazás vagy egy szárazabb idő előfordul. Ezt csak a légi felvételek pontos követéséből tudjuk mi is. Az állandó készültség, amelyet egy fél órán belül meg tudunk mozdítani, az 10-12 darab gépjármű, és ezek a városfőút hálózatát két és fél óra alatt mentesíteni tudják. És ezen kívül a meccsek meredekebb utcáiban és a belvárosban 6 kis géppel tudunk dolgozni. Intenzív havazás esetén egyébként külső vállalkozásokat és gépeiket is bevonhatják a síkosságmentesítésbe, ám ez már katasztrófa védelmi feladat. A konkrét munkát alapos tervezés előzi meg, hiszen nem csak a gépek, de a mentesítésre használt anyagok mennyiségének tekintetében is fel kell készülni a kihívásokra. 8-10 alkalmat számolunk havonta, és akkor ennek megfelelően egy teljes városi felületre 150-160 tonnányi anyagok állnak rendelkezésre. Ha ez elfogy, akkor ez nem egy nap alatt szokott elfogyni, természetesen az utánpótlási láncolat az megvan, sőt még hogyha országos elakadások vannak, akkor ezeket a kamionokat külön útvonalakon segítik, és megvannak határozva, hogy milyen irányból történnek ezek az ellátások, de ez nem csak ránk, hanem a megyei útkezelő szolgálatot is érint ilyenkor közösen vannak extra anyagbeszerzések. Pécs specialitása, hogy a meccsek oldalban is meg kell oldani az utcák tisztítását. Ezeken a területeken kisebb, unimog típusú autók dolgoznak, amelyek kifejezetten ilyen terepre vannak felkészítve. Szerdára ismét havat mondanak, ezért az autósoknak is érdemes felkészülniük, a hólánc és a téli gumi alapfeltétel, de a havas rutin is jól jön a csúszós utakon. Meg persze, ha óvatosan vezetnek, nem csak hóban, de máskor is. Nem feltétel a teljes mellszélesség, a sárga, sárgászöld mellény annál inkább, főleg ha Horvátországba utaznánk. De az sem átlagos, ha hozzánk érkeznek külföldiek, hólánc nélkül ugyanis nincs beutazás. Az ország jelentős területére kiterjedő intenzív havazás és a meteorológiai előrejelzések szerint várható téli csapadék miatt a gazdasági és közlekedési miniszter utasítására az ország valamennyi határátkelő helyén kihelyezik a hólánc használata kötelező jelzőtáblát.
január 2-án 0 órától került bevezetésre, hogy aki a Magyar Köztársaság területére lép be, annak minden gépkocsihoz hólánccal kell rendelkezni. Ez január 2-án 0 órától a Gazdasági és a Közlekedési Miniszter utasításában szerepel, illetve a horvát köztársaság területére belépni szándékozó gépjárművenként mindenkitől megkövetelik a fényvisszaverő mellényt. A retorzió sem marad el, ha valaki enélkül próbálkozna az átkeléssel. A Magyar Köztársaság területére belépni szándékozó minden gépkocsiba a határőrség ellenőrzi a hólánc meglétét. Aki nem rendelkezik hólánccal, az visszafordításra kerül a horvát köztársaság területére. A fényvisszaverő mellénynél kapcsolatosan a horvát szervektől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy jelen pillanatban, mivel hogy még írásos intézkedést ők se kaptak, ezért nem veszik szigorúan a fényvisszaverő mellény meglétét, de felhívják a országba lépők figyelmét arra, hogy ez követelmény lesz a későbbiekben. Mint azt megtudtuk, a rendelet hatályba lépése óta átlagosan napi 40-50 autót kellett visszafordítani a Dráva-Szabolcsi határállomásról, mert hiányzott a gépkocsi felszerelései közül a hólánc. A tendencia azonban az volt, hogy körülbelül fél óra múlva már ezzel együtt érkeztek átlépésre. A horvát határellenőrző szervek képviselője tájékoztatta a magyar felet arról, hogy a horvát köztársaságba beutazó személyek esetén gépjárművezetőként egy darab sárga, sárgás-zöld láthatósági mellény meglétét teszik kötelezővé. Információink szerint a horvát határellenőrző hatóság figyelmezteti a járművezetőket, de a mellény hiánya miatt még nem irányítottak vissza senkit országunkba. Most pedig lássuk, mi minden történt még térségünkben az elmúlt 24 órában. Rövid hír összefoglalónk következik. A csapokat két nappal ezelőtt elzárták, Pécset mégsem okozott gondot az orosz-ukrán földgáz vita. Bár a Magyarországra érkező földgáz mennyisége lecsökkent, rendkívüli intézkedéseket nem kellett bevezetni. A nagyfogyasztókat ugyan a Moller T alternatív tüzelőanyag használatára szólította fel, ám erre a pécsi erőműben a nyersanyag hiány miatt csak időszakosan volt szükség. A Dél-Dunántúli gázszolgáltató részvénytársaság illetékese nem kívánt kameránk elé állni, annyit azonban elárult, a lakossági fogyasztókat nem érheti hátrány, ők lennének az utolsók, akik saját bőrükön tapasztalhatnák meg a földgáz hiányát. Legfrissebb információink szerint az ukrán-magyar határon helyreállt a gáznyomás, ezt lehet hallani itt a pécsi fogadóállomáson is, ahol alaposan dübörögnek a vezetékek. Persze hosszú távon az ukrán-orosz gázvita akár energiaellátási problémákat is okozhat, hiszen a hiányzó gázmennyiséget nyugat-európai importból kell pótolnia az országnak, ám a nyugat-európai készletek végesek. Jó hír a magánorvosoknak, hogy januártól ismét írhatnak fel kiemelt TB támogatású készítményeket betegeiknek. A magánpraxissal rendelkező, illetve gyógyító tevékenységet nem végző orvosok eddig csupán 50, illetve 60%-os támogatással írhattak fel orvosságokat. A korlátozó rendeletet még októberben hozta a kormány azzal a céllal, hogy jobban tudja ellenőrizni a biztosítóval nem szerződött doktorok receptfelírásait. A határozat ellen több orvosi szervezet is fellépett, mert úgy vélték, a TB-t fizető polgároknak jár a 90, illetve a 100%-os támogatású gyógyszer, még akkor is, ha magánorvos írja fel. 2006-tól a kormány visszaállította ezt a vényírási jogosultságot, de cserébe ezentúl az orvosoknak havonta be kell mutatniuk a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztárnál a felét készítményekről készített dokumentációjukat. A személyi jövedelemadóról szóló törvény változása teszi lehetővé, hogy a pécsi közlekedési RT kedvező bérletvásárlási lehetőséget nyújtson azoknak a munkavállalóknak, akik busszal járnak dolgozni. Ez természetesen csak a helyi járatokra megváltott bérletekre vonatkozik, hiszen a helyközi utazáshoz a Pannonvolán RT bocsájt ki bérleteket. A kedvezmény kihasználásának feltétele, hogy a vásárláskor a munkáltató, vagyis a munkahely nevére szóló számlát kérjen a munkavállaló,
Ezeket a bérleteket minden jegypénztárban megvásárolhatják. Nem érvényes a kedvezmény a tanuló és nyugdíjas bérletekre. A magyar közigazgatásnak nem lesz könnyű éve, mondta dr. Bércesi Ferenc. A Baranya megyei közigazgatási hivatal vezetője szerint nehezebb gazdasági helyzetben kell nekivágni az új évnek. A feladatok növekednek, a színvonalat pedig tartani kell. A kollégáktól, a hivataltól azt a szakmai színvonalat várja dr. Bércesi Ferenc 2006-ban, amit megszoktak az állampolgárok és a társszervek. Megítélése szerint a hivatal nagyon sok olyan feladat végrehajtásában működött közre, amely a magyar közigazgatás korszerűsítését szolgálta, akár az európai jogharmonizációról, akár a kistérségi szervezésről legyen szó. Ezek nagy léptékű feladatok voltak, aminek meg kellett felelni. Reményei szerint ebben a nehezebbnek ígérkező évben is hasonló színvonallal lehet majd dolgozni. Ami ugye a legfontosabb célkitűzéseket illeti, választási év van. Tehát az új a választások lebonyolításában a közigazgatási hivatalnak közre kell működni. Tehát én azt várom, hogy mindenki, aki ebben szerepet és feladatot kap, legjobb tudása szerint fogja ellátni ezt a munkát. Köztudott, hogy új eljárási törvény lépett Magyarországon hatályba, amely valamennyi közigazgatási szervet érinti, tájékoztatott a hivatalvezető. Elsősorban a közigazgatási szervek és az ügyfelek kapcsolatát rendező új szabályok léptek hatályba, amelynek az a célja, hogy az ügyfél minél egyszerűbben intézhesse az ügyeit, minél inkább érezze azt, hogy szolgáló, szolgáltató jellegű közigazgatással áll szemben, és nem pedig egy bürokratikus gépezettel, amelyben rendkívül nehezen tud eligazodni. Ennek az új törvénynek ez a 2006-os év lesz az első teljes éve, amikor ugye nem csak, hogy elsajátítani kell ennek az új törvénynek a szabályait, hanem a gyakorlati alkalmazását is meg kell tanulnia minden köztisztviselőnek. Ebben komoly szerepe van a közigazgatási hivatalnak, hiszen ennek a szakmai gondozása ebben a megyében a mi feladatunk. És hát ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy egyre inkább előtérbe kerül az az elképzelés, hogy megérett a magyar közigazgatás egy átfogó reformra. Úgy a központi szintű, mint a területi helyi szintű közigazgatás reformja egyre inkább előtérbe kerül, valamennyi politikai programban megjelenik a reform iránti igény. A reformtól Bércesi Ferenc azt várja, hogy ennek végrehajtása során ne csak az legyen a jelszó, hogy kicsi és olcsó államot kell csinálni, hanem hatékony, valóban működőképes, meghatározott feladatokat és hatásköröket ellátó szervezetrendszerrel rendelkező állam jön létre, amelyben a dolgozók megtalálják a szakmai életútjukat, megbecsülésüket. A reformok nélkül ugye nem lehet előre haladni, a reformok végrehajtásából, előkészítéséből nekünk is ki kell venni a szerepünket. Mi legjobb tudásunk szerint fogunk ezekben a munkákban részt venni, de ez természetesen minden köztisztviselőtől újfajta hozzáállást és újfajta szemléletmódot is igényel. Mivel az élet több területén igyekszik helytállni dr. Bércesi Ferenc, ezért nagyon kevés ideje jut a magánéletre. Annyit azonban elárult, szeretne többet horgászni, szeretne családjának, barátainak, ismerőseinek jó egészséget 2006-ban. A hivataltól még ezek felsorolása közepette sem tudott elszakadni, mint mondja, a települések polgármestereinek tevékenységét, szakmai színvonalát kívánja szolgálni a hivatal munkájával. Felmérők, félévi bizonyítvány, felvételi vizsgák, mindez egy kéthetes sziesta után. Hogy mennyire könnyű az átmenet, hogyan élik meg a tanárok, diákok az újrakezdést, már is kiderül. Már a reggeli forgalomban is érződött, ma többen indulnak munkahelyükre. Az iskolákban ismét megszólaltak csengő, a nebulók sem lustánkodhattak reggel. Én érkeztem az iskolába 7 óra 4-8 között, akkor bizony azt tapasztaltam, hogy még nagyon álmosan jöttek, szállingoztak a gyerekek, de a becsengetésre, és úgy gondolom az első óra végére már minden rendben lesz, újból beindul a gépezet, és megszokják azt, hogy ismét iskolai környezetben töltik a napjukat. A kéthetes nyugalmi időszak után pedig jön a hajrá, hiszen a tanév fele hamarosan véget ér.
Iskolánk általános iskola és gimnázium is, így kettős feladat van. Egyrészt ugye a fél évi hajrá, a jegyek lezárása, január 21-én zárjuk a fél évet, azt követi az osztályozó értekezlet, fél évi értekezlet, és hát a diákoknak az értesítő, az ellenőrző könyvben a fél év munkájáról. Mivel gimnázium is vagyunk, a beiskolázás gondja, azaz a központi írásbeli, amit van január 28-án mindjárt, és azt követően a helyi megmérettetés, azaz a szóbeli elbeszélgetés. Vajon mekkora a kedv mindehhez? Hát nem akartam jönni iskolába. Miért nem akartál jönni? Nem volt kedvem. Én sem akartam jönni. Hát én nem akartam jönni. Ebben az iskolában két felújított tanteremben várták vissza a diákokat, tehát a fa alatt ez volt az ajándék. A dolgos hétköznapok pedig beszélgetős órákkal indultak. Mi már tudjuk, majd ők is rájönnek, ez még jó világ. A díszlet tehát még a decemberi, a feladatok újak, kitartást hozzá. Talán nincs is hangulatosabb módja az évkezdésnek, mint egy kellemes koncert. Az idei újévi hangverseny is a Pannon filharmonikusokhoz és a Pécs TV-hez köthető Pécset, ismét megtelt ugyanis a színház. Az újévi üzeneteket ez alkalommal a Kulturális Főváros pályázatának zsűrije küldte. Szokásos újévi koncertjét tartotta a Pannon filharmonikusok Pécs együttese január 2-án a színházban. A jegyek még december elején egyetlen nap alatt elkeltek. Úgy tűnik, a pécsi újévi hangverseny is impozáns programja lett városunk kultúrájának. Hamar Zsolt alig, hogy ide érkezett, akkor egy olyan igényességgel lépett föl, ami az amúgy jó híres és nagy létszámú zenekarunkat igyekezett egy más irányba terelni. És az igényesség meghozta a gyümölcsét, ma már hatalmas évezet mindenki számára, hogy itthon játszanak és sokan, és egyre híresebbek lesznek Magyarországon, és amit célul tűztek ki, remélem 2006-ban már a világban is. Ez kiváltképp egy olyan koncert, ahol nekünk örömet, boldogságot, optimizmust kell adnunk a hallgatóknak, akár az itt ülő hallgatóknak, akár a tévéképernyő előtt ülőknek. Egyfajta optimizmust, egyfajta örömet. Inkább talán azt a szót használnám, hogy a zenének azt az arcát kell ma előtérbe helyezzük, amelyik gyógyít, amelyik örömet ad. Két olyan vendége volt a koncertnek, akik, ahogy a Hamar Zsolt fogalmazott, önmagukban is érdekességek, de együtt meg aztán pláne. Lendvai József hegedű és Orosz Zoltán harmonika művész voltak ugyanis az este fellépői. Idén a muzsika üzenete mellett az Európa Kulturális Fővárosa pályázat hazai és nemzetközi zsűri tagjainak jó kívánságait hallgathatta meg a közönség. És aki bent már nem kapott helyet, az időjárás jóvoltából a színháztéri kivetítők segítségével élvezhette a hangversenyt. Például ezen is lehetett izgulni az időjáráson, hogy mi fog történni. Szerencsére most elállt az eső. A havazás sem lett volna sokkal jobb, hiszen egy falfestéses, vizuális előadásról van szó, amin a hóesés, a hópehelyeken nem olyan nagyon mutatott volna szerencsésen. Tehát most jó az idő hozzá, nagyon remélem, hogy így marad. Kicsit hideg van, de készültünk mindenféle forralboros melegítőkkel, tehát akik kilátogatnak a térre, azt gondolom, hogy jól érezhetik magukat. A Pécs TV is közvetítette az eseményt, a televízió és a zenekar között egyébként már évekre nyúlik vissza a jó kapcsolat. Valamikor volt egy koncert, amit közvetítettünk, és akkor beszéltünk róla, hogy mennyire jó lenne, hogyha csinálnak újévi koncertet. Az jó lenne, ennek a városnak illik a profiljába, megtelne biztosan, és hogy ez egy emelt szintű minőségi rendezvény legyen, aminek mindenki megadja a módját. És egyszerűen csak így el kellett határozni, a filharmonikusok benne volt, a Pécs TV minden munkatársa benne volt ebben a dologban, ennyi kellett hozzá. Azt gondolom, hogy ez az, ami miatt ez a város a kultúra fővárosa lesz egyszer. Nos, remélhetőleg újult energiákkal töltődött fel a koncert közönsége, és szívben reméljük, hogy jövőre, ha lehet, még nagyobb lesz a hírneve a pécsi újévi hangversenynek. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pontma friss kiadásával pedig holnap este ugyanebben az időben várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!